következő majd fél órában két súlyos betegségből felépült emberrel beszélget Varga Gábor hatóanyagkutató. Cynthia 20 éves. Gyerek és tinédzser éveit kísérte végig a Crohn-betegség. Szó Gyula 57 éves, egy ősi korság kínoszta, a köszvény. Orvos szakértőnk Vaszil László mesél e két különös kor miben létéről, tüneteiről, kezeléséről. Megtudhatjuk, hogy mire szolgál az apigenin és a gyógygomba kivonatok együttese. Ön hallott már a Crohn-betegségről? A Crohn-betegség egy olyan autoimmun, krónikus, gyulladásos bélbetegség, amelynek kiváltó oka mai napig nem ismert, és amelynek teljes meggyógyítása egyelőre nem lehetséges. A betegség kialakulásában szerepet játszanak öröklött genetikai tényezők és külső környezeti faktorok is. A betegség során leggyakrabban a vékony bél különböző szakaszainak falát érinti a gyulladás, amely az adott bélszakasz működés képtelenségét okozza, később fekélyképződéshez, hegesedéshez, vagy akár a bélfal teljes elpusztulásával járó, az életet közvetlenül is veszélyeztető állapothoz vezet. Cynthiánál szülei válását követően 7 éves korában diagnosztizálták a Crohn-betegséget. Ez a folyamatos gyulladás a szervezetben embert próbáló nehézségek elé állította a kislányt, akinek az orvosok nem sok segítséget tudtak adni. Iskolai éveit keserves harc fémjelezte, míg mások a jobb jegyért, ő az életben maradásért küzdött. Ma alig 20 évesen egy érett felnőtt szemével látja az életet. Könyvet írt megpróbáltatásairól, hogy ezzel is segítse sorstársait, és képet mutasson az egészséges embereknek erről a veszedelmes, keserű, sokszor reményvesztett világról, ahonnan jött. És köszöni, már jól van. Köszönöm szépen, hogy Cynthia elmeséli a történetét. Biztos nagyon sok tanúság lesz benne mások számára is, és talán nagyon sokan magukra ismernek, akiket még nem is diagnosztizáltak a Crohn-betegséggel. Azt hallottam tőled, hogy 26 kilóra lefogytál, ami valószínűleg már egy életveszélyes szintet jelentett a testsúly tekintetében. Úgy tűnik, hogy nálad a betegség kialakulása összefüggött az életednek az alakulásával, hiszen azt mondtad, hogy a stressz miatt alakulhatott ki ez a betegség. 13 évvel ezelőtt alakult ki a betegségem, miután elváltak a szüleim, rá egy évre derült ki az egész. 2 héten keresztül ment a hasam, elkezdtem rohamosan fogyni, és akkor édesanyám elvitt házi orvoshoz, ő elküldött vérvételre, elküldött pszichológushoz, és akkor a véreredményem nem lett túlságosan jó. Beutalt a gasztroenterológiára, és akkor onnantól kezdődtek a vizsgálatok, amik egyrésztről az ilyen allergiavizsgálatok, azok mind negatívak lettek, de voltam CT-n, és akkor megállapította a doktornő, hogy akkor nekem Crohn-betegségem van. Bélrendszerünk az egyik legjelentősebb immunszervünk is egyben, hiszen a legtöbb káros idegen anyag a tápcsatornán keresztül juthat be szervezetünkbe. Normál körülmények között az immunrendszer feladata, hogy a szervezetbe került káros anyagokat vagy kórokozókat elpusztítsa, károsító hatásuktól a szervezetet megvédje, de mindezt úgy, hogy közben a szervezet saját, egészséges sejtjeit sértetlenül hagyja. Autoimmun kórképeknek nevezzük azokat a betegségeket, amikor az immunrendszer valamilyen oknál fogva célt téveszt, és a szervezet saját, egészségesen működő sejtjeit is idegenként ismeri fel, majd ezeket az egészséges sejteket is pusztítani kezdi. Crohn-betegség esetén is erről van szó. Az immunrendszer célt téveszt, és a szervezet normálisan működő bélsejtjeit veszi támadás alá. Ennek a tévedésnek az okát ma még az intenzív kutatások ellenére sem ismerjük, és ez az oka annak is, hogy a Crohn-betegség meggyógyítása egyelőre nem lehetséges. Folyamatosan nyomtak szteroiddal, de már nagyon rosszul voltam tőle, kivert a víz, remegtem, meg mindenféle mellékhatás kijött, és hát ott hagytuk ezt a doktornőt, és átkerültem egy másikhoz, aki szintén gyógyszerekkel tömött, ő megtükröztetett, és akkor tulajdonképpen innentől derült ki, hogy pontosan tényleg az a
a betegségem, de én nála rohamosan kezdtem rosszul lenni, és 2 évre rá megint meg akart tükröztetni, édesanyám nem egyezett bele, én se szerettem volna, mondtam neki, hogy ne engedje. A doktornő azt mondta, hogy innentől nem vállalja a kezelésemet, és akkor átküldött egy professzor úrhoz. Akkor én 29 kilósan kerültem hozzá, és azt mondta nekem erre, hogy kicsit vékony, de jól néz ki. Én ezzel jól elmosolyodtam. Aztán 2 évvel ezelőtt karácsonykor én lefogytam 26 kilóra. Se enni, se inni, semmi. Tehát bármit megettem, bármit megittem, vagy alul, vagy fölül mindig kijött. Beszélni se bírtam. Kezemet is alig bírt, semmit nem bírtam, semmihez nem volt energiám se, és akkor én ott kezdtem feladni. Úgy voltam vele, hogy akkor nekem most itt befejeződött. Aztán szerencsére jött ez az inflixima kezelés, amitől elkezdtem hízni. Az első 3 kezelés még jó is volt, a doktor úr úgy látta, hogy folytassuk. Jó, mondtam, akkor folytassuk. Az immunrendszer bizonyos elemeit bénító kezelésekkel a folyamatosan fennálló gyulladás mértékét tudjuk csökkenteni, ezáltal szerencsés esetben normál életminőséget tudunk biztosítani betegeinknek. Mivel az immunrendszer egy csodálatosan bonyolult és finoman összehangolt rendszer, melynek működésébe ezekkel a gyógyszerekkel igen durván avatkozunk be, a Crohn-betegség gyógyszeres kezelésének jelenleg számos komoly mellékhatása is van. Az utolsó kezelésnél, a 8-nál már egy allergiás reakciót kaptam, és akkor leállították ezt a kezelést. Augusztus végére, tehát nyár végére én már újra visszafogytam, mire kezdődött az iskola, újra rosszul lettem, úgyhogy már így kezdtem az évemet. Utána való évben nyáron kezdtem elszedni ezt a gombát, és akkor én azóta kezdtem rohamosan javulni. Mióta ezt szedem, egy éve. Hány kiló voltál, amikor elkezdted szedni a gombát? 32, és most vagyok 55. Akkor nem volt az a tipikus beteg, aki mindent elfogadott az orvosoktól, hanem saját magadon kísérleteztél? Ez így van. Nem használt a szteroid. Tulajdonképpen ennek a gombának köszönhetem, hogy én itt vagyok, és hogy így nézek ki. Amikor elkezdted szedni, akkor mi tűnt fel először? Egyre jobb lett a hangulatom, kedélyváltozás, és akkor elindult, sokkal többet ettem. Az ételek is más, hogy tehát már nem hajtottak meg, több mindent tudtam megenni, és akkor elkezdtem ugye hízni, egyre több helyre tudtam elmenni, sokkal többet tudtam a barátaimmal együtt lenni, és akkor most itt vagyok. És mikor találtad ki, hogy könyvet írsz? Miután elkezdtem jobban lenni, így láttam, hogy tényleg van kiút, és akkor úgy gondoltam, hogy hát, ha ezzel tudok segíteni az olyanoknak, tehát az olyan betegeknek, mint én, hogy van remény, és sose szabad feladni, és igenis, meg azt szerettem volna leírni, hogy igen, vissza lehet jönni a halál széléről. Vissza lehet jönni. Tehát téged ez a betegség megváltoztatott? Megkomolyított eléggé, és teljesen máshogy átértékelődött az életem. Ennyi pozitív előnye van, hogy megtanítja az embert küzdeni. Igen, tehát így nézték ki 2012-ben? Igen, ez még egy 2012-es kép, igen. És akkor ezután kezdted eszedni a gyógygombát, miután így néztél ki? Igen. Tehát egy apigen és gyógygomba kombinációt alkalmaztál. Én itt azt hittem, hogy jól nézek ki. Nem volt más képet magad, ugye? Csak ez, hogy így néztél ki? Igen. Úgyhogy ez voltam, és ez lettem. Ez egy tavaly, tehát ez egy 2013-as nyári kép. Én azóta nézek így ki, és azóta tartom magam. És ez pedig egy idén májusi kép. A Crohn-betegség a gyulladásos betegségek csoportjába tartozik. Szövődménye lehetnek többek közt a csontitkolás, bélrák és a felszívódási zavarok. Ezért rendkívül fontos, hogy a betegség tüneteit is kezeljük. A gyógygombák és apigenin képesek lehetnek a gyulladásos tünetek csökkentésére, egyes esetekben megszüntetésére.
Megismertek, akik régebben nem láttak ki utána hát téged? Most visszamentem a gimnáziumba az egyik kedvenc tanáromhoz, ő meg se ismert. Hát így nézett rám, hogy Szinti, te vagy az? Mondta neki, hogy igen, én vagyok. Mondta, hogy nagyon sokat változtam, nagyon örülnek neki. Ezek szerint a gyógygombákra nem volt allergiás reakció? Nem, semmi. Te azt mondtad, hogy voltál olyan pillanatban, amikor úgy gondoltad, hogy már nincsen tovább? Volt, igen. Volt elég sokszor, de rég mellettem volt a családom, meg szerencsére olyan barátaim vannak, akik elfogadják ezt, így ahogy vagyok, és ez sokat segített nekem. Hallottam tőled, hogy volt olyan tanár, aki ezt nem tudta elfogadni? Így van, az angol tanárom a gimnáziumban. Ő rendszeresen megjegyezte nekem, hogy miért járok ki ennyit WC-re, meg miért hiányzom ennyit, mikor én elmagyaráztam neki az elején, úgy mentem be minden tanáromhoz, hogy nem ismertem őket, de elmondtam nekik, hogy nekem van egy problémám, ki kell járnom sűrűbben WC-re. Mindegyik megértette, csak ő nem. Azt kéne tudatosítaniuk az embereknek, hogy bárki bármikor beteg lett, bármilyen betegsége lett, ezért sem szabad elítélni és máshogy nézni a betegekre. A Crohn betegség elsődleges tünetei a folyamatosan fennálló gyulladás és a bél működés zavarának következményei. Ezek a tünetek a tartós hasmenés, hasi görcsök és fájdalom, véres székletürítés, a székürítés utáni teltségérzés, vagy hirtelen ránk törő székelési inger. Járulékos tünetek is kísérhetik a Crohn betegséget, mint például az étvágytalanság, fogyás, láz, vagy az indokolatlan fáradtság, kimerültség, fiatalabb nők esetén a menstruáció elmaradása. Amennyiben ezek közül a tünetek közül akár egy is hosszabb ideig fennáll, orvosi kivizsgálásra van szükség. Tekintettel arra, hogy a Crohn betegség igen súlyos következményekkel is járhat, nagyon fontos a Crohn betegek folyamatos orvosi ellenőrzése. Szó Gyula Pásztón egy csodálatos kertesházban él édesanyjával. Világ életében természetjáró volt, az erdő, mező az otthona. Fiatal felnőttként mezei tájfutó versenyeken indult, szép eredményeket ért el. Ez a sport hobbi szinten meg is maradt neki egész életére. 45 éves korában még végigfutott a Mátra gerincén. A természet megszállottjaként lelkes és gondos gyógynövénygyűjtő. Kertje csodás patika, ahonnan magát és szeretteit, barátait gyógyítgatja. A családnak mindig voltak, ahogy ő mondja, bogarai. Már kisgyermekként megismerkedett a méhészkedéssel. Most 3 család lakik nála, a kaptárakban. 18 évesen kezdett lakatosként dolgozni, de volt határőr, favágó és 7 éve egy malomban gondok. 2006-ban történt vele egy váratlan esemény, ami felborította a nyugat hétköznapokat. Erről mesél most Gábornak. Köszönjük szépen Gyulának, hogy meghívott minket, és fogadott minket házában. Nagyon szép kertje van, és nagyon szép környezetben él. Irigylésre méltó. 2006-2007 környékén beszéltünk egymással. Igen. És akkor megkeresett egy problémával. Kialakult önnél egy betegség, amit közfénynek diagnosztizáltak. És ez hogyan alakult ki? Valószínű, hogy az előző életemből, hogy egy erdőn dolgoztam, másodalásban, mint motorfűrészes vállalkozó. Tehát minden fához le kell térdelni. Ha 20 centis hó volt, akkor 20 centis hóba kellett letérdelni. Tehát úgy mondhassuk, hogy térdem fölül, mintha egy fagyos rakba lett volna az embernek a lába. Mert ugye ráfagy, mert a testhőmérséklet olvassza a havat, de viszont kívülről meg akkora hőhatás éri, hogy megfagy. Átfasztak az ízületeim, és akkor ez alapján kialakult nekem egyfajta, hát nem betegségnek mondom, tehát ilyen mozgáskorlátozási akarni. Ez úgy történt, hogy ugye dolgoztam a műhelyben, vasárnap délután volt a tévében egy válogatott meccs, mondom, bejövök, megnézem. Megfürödtem, fölbontottam magamnak egy üveg sört, megittam, fél időben mondom, kicserélem a sörös üvegemet, és nem bírtam fölállni. Onnantól kezdve nem bírtam a cipőbe beletenni a lábam.
és onnantól kezdve indult nekem ez a kalvária. Egy évig jártam az orvoshoz, bizonyos kezelésekre, de nem tudtak megmondani, hogy mi az eredője. Holott aztán végig vizsgáltak A-tól Z-ig, még elmorvostól kezdve MRI vizsgálatra is el kellett mennem, mindenfelé, amit létezik, szem, fül, orr, tehát mindenbe belenéztek. Mégse tudtak megmondani, hogy mi a bajom. Ugye akkor munkanélküli hivatalba kerültem, mivel ugye lejárt a egyéves betegállományom, és akkor a munkanélküli hivatalom alatt találkoztam a tévébe gombakivonatokkal. Először ugye elsiklottam fölötte, de utána mégiscsak fölkeltett a érdeklődésem, hogy hát, ha ez használ nekem. Úgy is történt. Két hónap után kezdtem érezni, hogy lazabb. Három hónap után már rendesen tudtam járni. És a fél évet betartottam, azóta tünetmentes alában. A tavaszi időszakban mindig adok neki egy esélyt, hogy ezt egy kúraszerűen megismételjem, tehát, hogy nehogy nekem visszatérjen. De nem tért vissza idáig. Még hál' Istennek. Soha. És előtte egészséges volt, nem volt semmilyen problémája? Nem. Én mindig egészséges voltam. Akkor nyilván meglepődött ezen a... Persze, hát az, hogy egyik perc a másikban nem tudok fölállni, az egy trauma az ember életébe. Nem bírtam cipőt felhúzni, nem bírtam rálépni. Bottal közlekedtem. Krisztus előtti 2700-as évekből származó írásos dokumentumok alapján tudjuk, hogy a köszvényt, mint önálló betegséget már az egyiptomiak is ismerték. A köszvény tüneteinek több mint 4000 éves leírása a mai napig helytálló. A betegség megjelenése szoros összefüggésben van a beteg életvitelével, étkezési és alkoholfogyasztási szokásaival. Egészen a modern korig a köszvény szinte kizárólag az előkelők betegsége volt, akik gazdagságuk okán megtehették, hogy mértéken felül fogyasszanak húst és alkoholt. Annak ellenére, hogy a betegség tüneteit évszázadok óta ismerték, az első hatékony gyógymódra a 18. századig várni kellett, és az igazi áttörés a köszvény gyógyszeres kezelésében csak az 1980-as években következett be, amikor lehetővé vált a már kialakult ízületi elváltozások gyógyítása is. A köszvény egy krónikus betegség, amelyet rohamokban jelentkező fájdalmas ízületi gyulladás kísér, majd az idő előre haladtával ízületi deformitások is kialakulnak. A köszvény hátterében a vér megemelkedett húgysav szintje áll. A magas koncentráció miatt a húgysav kikristályosodik, a tűhegyes kristályok pedig elárasztják az ízületi folyadékot. Elképzelhetjük, hogy mekkora fájdalmat okoz, amikor a tükör sima egymáson elmozduló ízületi felszínek közé bekerülnek ezek a kristályok. Évek alatt a folyamatosan képződő kristályok lerakódnak az ízületek környékén is, ami miatt az érintett ízületek mozgásai korlátozottá válnak, beszűkülnek, és a beteg fájdalmai állandósulnak. A húgysav szintje az megemelkedett volt? Azt tudták mérni? Akkor igen, volt egy kicsi húgysavam. És az a gyógygombák szedése alatt ment vissza a húgysav szint? Igen, igen. Jó, mert jelez a lábam mindig, hogyha netantan emelkedne valamennyire, akkor mindig előveszem a gyógygombát, beszedem és kész. Csalódott valamilyen szinten a segítség? Persze, persze. Hát most egyértelmű, oda jártam egy évig, nem tudtak velem mit kezdeni. Jött ez a gyógygomba, fél év alatt fitre vágott. Igen. Azon kívül ugye, mivel én természetjáró is vagyok, és rengeteg gyógynövény gyűjtök. A családnak a nyűgös, pröszös bajait innen látom el, többé-kevésbé sikerrel. A köszvény kezelésében a mai napig a legfontosabb tényező az életmódváltás.
Nagyon fontos az alkoholfogyasztás jelentős csökkentése, a vörös húsok kerülése és a túlsúly leadása. Az akut fájdalmas rohamokat nem szteroid gyulladás csökkentő vegyületekkel lehet valamelyest uralni. A folyamatosan magas húgysavszint ma már csökkenthető, és ezáltal az ízületek károsodása is megelőzhető, vagy a már kialakult károsodások is visszafordíthatóak. Bizonyos gyógyszerek is előidézhetnek köszvényes rohamokat, ezért fontos, hogy köszvény esetén minden gyógyszer szedését egyeztessük a kezelőorvosunkkal. Akármelyik orvoshoz mentem, mindig azt mondta, hogy a húst kerüljem. Sajnos nem kerülöm. Enni a helyzetnél, tehát a gyógygombánál megehetek bármilyen húst, bármilyen mennyiségben. Tehát nem okoz gondot. Köszönöm szépen, hogy elmesélte a történetét. Biztos nagyon tanulságos lesz mindenki számára. Hát ezt remélem. Látni fogja. És hát további jó természetjárást és gyógynövény keresést. A köszvény kialakulását elősegítheti nagy mennyiségű pálinka és sör rendszeres fogyasztása. Ezen kívül gyakran együtt jár a metabolikus szindróma különböző tüneteivel, például a cukorbetegséggel, túlsúlyjal, a rossz vérzsírszinttel. Kialakulását a zsigeri zsírok felhámozódását előidéző fruktóz túlzott fogyasztása is elősegítheti. A gyógygomba kivonatok alkalmazásával nem csak a metabolikus szindróma hagyományos tünetei enyhíthetők, hanem az is előfordulhat, hogy életminőségjavulást hozhat a köszvényben szenvedőknél. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ne feledjék! Az egészségünk megóvása érdekében kerüljük a stresszt, figyeljünk a táplálkozásunkra, ne dohányozzunk és mozogjunk rendszeresen. Jó egészséget kívánok mindenkinek!